Tolna városban még az év utolsó napjaiban is zajlottak felújítások, ugyanis korszerűsítették a helyi sportcsarnokok világítását. A Pesszoffer Ágnes polgármester elmondta, hogy a létesítmények üzemeltetéséért felelős cég forrásai lehetővé tették azt, hogy karbantartás keretében a lehel és sportutcai épületeket fejleszik. Ez azt jelenti, hogy mindenképpen nagyobb fény lesz, és ez nagyon örvendetes akár a diákok, akik oda járnak testnevelés órára, akár a sportolók, akik délutánonként, hétvégenként használják. Nyilván nagyon örülnek és nagyon boldogok. A sportutcai csarnok esetében nem csak a led fénycsöveket, hanem a komplet armatúrát cserélték ki, ennek köszönhetően jelentősen javultak a fényviszonyok a létesítményben. A lehel utcaiban pedig maga a tokaz maradt, és ledes világító teste kerültek elhelyezésre. Azon túl, hogy sokkal nagyobb fény van a, a sportlétesítményekben, nagyon-nagyon fontos az is, hogy sokkal kevesebb energiát használnak. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy megyünk, megyünk előre azon az úton hogy minél kevesebb energiafelhasználással, minél magasabb színvonalú e, dolgokat tudjunk létrehozni. A polgármester úgy fogalmazott, a városban mindent megtesznek annak érdekében, hogy megóvják a környezetet, az pedig külön öröm, hogy utóbbi többek között a sportolók javára is válik.